Köszöntök mindenkit! Mostani videómban egy vízipipa tisztítószert szeretnék nektek bemutatni. Pontosabban a Shisha Cleaner Schmantex Made in Germany-t, de inkább kiírom a nevét. Gyönyörű neve van, nekem ez nagyon tetszik. De térjünk is inkább vissza a tisztítószerre magára, nem pedig a márkájára. Hogy mire is jó ez a vízipipa tisztítószer, nagy csodát nem árulok el, a vízipipák és bongok tisztításához használható por állagú tisztítószer gyakorlatilag segít például a vízipipa üvegének a tisztán tartásában, és ennek segítségével kevesebb szenvedéssel, kevesebb küszködéssel tudjuk tisztává és szép csillogóval varázsolni a vízipipánk üvegét például, de a többi részét is tudjuk ezzel tisztítani. Egy ilyen doboz 1250 forint és 100 grammos, de kapható nagyobb 200 grammos kétszer ekkora kiszerelés is. Hogy mire elég ez a 100 gramm? Ezt a 100 grammot én megközelítőleg olyan 5 vagy 6 tisztításhoz használtam, gyakorlatilag én általában el szoktam kefével, csak úgy tiszta vízzel kicsit pucolni időnként a vízipipáimat, és pár havonta pedig adok egy ilyen nagyobb tisztítást, egy ilyen nagy mosást nekik, és akkor szoktam használni ezt a kis, hát segítőt. A leírásában az szerepel, hogy egy liter vízhez megközelítőleg 2 kávés kanálnyit kell hozzáadni. Én inkább egy kicsit többet szoktam, lehet, hogy ezért is fogyott el egy kicsit gyorsabban nálam, de maga amúgy viszonylag tényleg elegendő 5-6 tisztításhoz. Na de nézzük, hogyan is pucoltam én ki az egyik pipámnak az üvegét vele. Na de, fogjuk is ezt a tisztítószert, ezt a port, és tegyük bele a tartály vizébe. Jó, mint látható, azonnal nem kezd el feloldódni, de egy kis lögybüléssel már is viszonylag elkezdett feloldódni, és neki is állhatunk így már magának a tisztításnak. Na. Most, hogy benne van, megint felkavarjuk, oda kocintjuk az üveget az asztallaphoz, ez egy fontos pont. Jó, utána pedig én egy ilyen elefánt nevezetű, ilyen viszonylag kemény szivacsos, hajlítható tisztítóval fogom most az üveget pucolni. Belenyomjuk. Vissza fel. És elkezdjük kisikálni. A tisztítószernek nem a teljes mennyisége oldódott fel, ez lehet is látni a képen. Gyakorlatilag ez annyit tesz, hogy picit túl sokat tettem ehhez a vízmennyiséghez. Maga az üveg így néz ki a tisztítás után, erről majd mutatok még egy-két közeli képet. Gyakorlatilag teljesen szépen tiszta lett, elég jó hatékonysággal dolgozik ez a kis
tisztítószer, és mondjuk azt is hozzátenném, hogy fontos, hogy maga ez a szivacsos, hát kefének nehezen nevezhető, de nevezzük annak, segédeszköz is azért fontos szempont, hogy tényleg ilyen szép tiszta lett az üveg. A használatánál azt írják, hogy egy olyan megközelítőleg 5 percig hagyni kell állni, tehát feltöltöd a tartályodat vízzel, nagyjából megbecsülöd, hogy az hány liter víz, és annyiszor 2 kis kanálnyit beleteszel. Időnként kicsit meglögykölöd, meglögybölöd, hogy rendesen oldódjon, és hagyod állni, majd utána egy picit leöntesz belőle, és nekimész a üvegtisztító kefével. Mint a videón láttatok, nekem egy ilyen szivacsos kefe volt éppen kéznél, de van ugyanúgy ilyen hagyományos kefém, azzal is tök jól használható. Maga amúgy nekem ez a kis tisztítószer tetszett. Az üveg belső falán a kicsit jobban odatapadó, nehezebb szennyeződéseket is le tudtam vele könnyebben szedni, és itt a könnyebben van a hangsúly, tehát gyakorlatilag egy kis segítő ez. Viszont azt is érdemes tudni, hogy nagyon fontos az is, hogy egy jó kefénk legyen, és jól tudjunk kefélni, mert akkor lesz igazán szép. Mást nagyon nem tudok elmondani erről a termékről, mutatok még egy közeli fotót, hogy milyen porálagú. Aki még az ilyen nagyon régi típusú mosóporokra emlékszik, na azokhoz nagyon hasonló. Én most direkt elpucoltam az üveget, és úgy pipázok. Igazra az a leírás, hogy nincsen mellékíze, tehát nem fog ilyen kis mellékízt hagyni, nem is kezd el habzani a szám utána. Én annyit csináltam, hogy 2-szer tiszta vízzel kiöblítettem még a biztonság kedvére az üveget, és ennyi. Gyakorlatilag teljesen jól használható. Én azt mondanám, hogy érdemes beszerezni, gyakorlatilag nem romlik el, és ilyen 3-4 havonta azért érdemes a pipának használattól függően egy ilyen nagyobb tisztítást adni, amikor nem csak úgy simán vízzel, meg egy kicsit kefével átmegy rajta az ember, hanem tényleg feltölti vízzel, használ egy kis tisztítószert hozzá, és alaposan kipucolja a pipát. Úgyhogy én ezzel a termékkel, mint említettem, már meg vagyok elégedve, szerintem a jövőben is használni fogom. Viszont érdekel, hogy ti milyen trükkökkel tisztítjátok az üvegeteket, például ilyen citromlés, ecetes, szódabikarbónás receptekből, hogyha tudtok írni, hogy milyen arányban használjátok ti azokat, és mit mivel kevertek, hogy hogyan tudjátok a legjobban kitisztítani az üvegtartályt. Például ezeket a kommentben, megjegyzésben írjátok a videó alá, én is majd figyelem őket, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, hamarosan érkezik a következő videó, addig is bőfüstöt, jó pipázást, sziasztok!